altusz ügy szimbolikus európai kérdés lesz a következő időszakban, amelyen a nemzetközi közösség hosszasan foglalkozik majd, és komoly tanulságokat von le abból, állítja Orbán Viktor. A kormányfő kijelentette, bár nehéz elképzelni máshogy az európai politikát, mint az egyívású, egyfészek aljáról jövő pártok együttműködésének rendszereként, de az, hogy az Európai Unió a költségvetéséből ilyen kültelki trükkökkel ellenzéki vezetők cégein keresztül pénzt juttasson a nemzeti politikai küzdőtérre, befolyásolva így a nemzeti politikai küzdelmeket, mélyen idegen az Európai Unió eszméjétől. Molnár Csaba, a DK Európai Parlamenti képviselője, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kovács Zoltán kormányszóvivel beszélgettünk a plakátkampányról, amit a kormány vív. Most már tudjuk, hogy igazából azoknak üzenve vele, akik a csempészek maguk, és nem is a bevándorlók, nem is a menekültek, nem is a menedékjogot kérők, és nem is az itt élők. De arra is próbáltam valami választ kapni, hogy mit tervez a kormány, lezárni a déli határt, lezárni akár a schengeni határokat, mondván, hogy seki sebe, tehát vissza se küldjenek, be se jöjjön senki. Azt mondta erre, hogy minden lehetőséget megvizsgálunk. Mennyi és miféle lehetősége lehet a mai Európában, az Európai Unióban Magyarországnak? Nem látok bele a kormány szóvivő úr fejébe, inkább csak azt láttam itt a stúdióban nézve a műsort, hogy hát enyhén szó és rosszul érezte magát a kérdések alatt, mert ezekre a kérdésekre ők nem tudnak épeszű választ adni. Látható, amikor már önnel azzal vitatkozott, hogy vajon vitatkoznak-e normálisan, vagy nem vitatkoznak, az azért volt, mert nem tudott válaszolni a kérdésekre. Amiket ők mondanak erre, lezárni a határokat, nehogy Isten, amit ön is kérdezett, hogy a schengeni belső határt, magyar-osztrák határt, magyar-szlovák határt, az mind lehetetlen megoldás. Az Európai Unióban ilyet csinálni nem lehet. Nagyon jól tudják ők is a kezdetektől fogva, hogy ennek a vége az lesz, hogy Magyarország a többi tagállamhoz hasonlóan valamilyen úton, módon részt fog venni ennek a hatalmas tömegű, tipikusan Olaszországban és Görögországban lévő menekültek, több mint 100 000 embernek az európai szétosztásában. Azt, amit ezzel kapcsolatban itthon csinálnak, azt hiszem, hogy az inkább belpolitikai fogyasztású. Nem a menekülteknek üzennek, ahogy a miniszterelnök megfogalmazott délelőtt, az sem igaz, nem a embercsempészeknek üzennek, egy belpolitikai játszmában a Jobbik témáját elvéve próbálnak. Na de abból hogy lehet kifarolni, mert itt volt ez a halálbüntetés kérdése, ez párhuzamosan jött föl gyakorlatilag a menekültek problémájával. Az egyikből már kijött, azt mondta két hét után, hogy megvolt a vita, ő ezt lezártnak tekinti, a másikban viszont egyre mélyebben ereszkedünk bele. Engem az is meglepett, hogy a másikat ilyen gyorsan elengedte. Azért nem azt szoktuk meg az elmúlt jó néhány évtizedben, lassan már 25 évben, mióta itt van közöttünk Orbán Viktor, mint politikus, hogy ő, ha fejébe vesz egy politikai témát, azt nagyon gyorsan elengedi, pusztán azért, mert megverve érzi magát egy politikai harcban. Most ez történt. Abban az ügyben, a halálbüntetés ügyében egyetlen egy szövetségese nem volt az Európai Unióban. Ebben az ügyben most ebben van. Az ügyben úgy érzi, hogy talán lehetnek szövetségesei. Van viszont egy nagyon-nagyon fontos különbség a kvótarendszert bíráló többi tagállam és Magyarország között, mert azért vannak ilyenek. Britek sem nagyon szeretik, bizonyos szempontból a németek is rossznak tartják, kisebb Európai Uniós tagállamoknak is van problémájuk. Kovács Zoltán, igaz, de... nem itt azt mondtam egy interjúban, hogy a visegrádi négyek, nem csak Magyarország, hanem a másik három állam is ugyanazt gondolja, mint mi. Nem igaz. Ez nem igaz ez az állítása a kormány szóvivő úrnak. Ugyanis van egy nagyon fontos különbség. Sokan bírálják azt a javaslatot, amit az Európai Bizottság előterjesztett, ezt a kvótarendszert. A Dél-Európába érkező menekülteknek csak a 40%-át, a többi ott fog maradni, 40%-át osszuk szét a többi 21 néhány tagállam között. Ennek a módját sokan bírálják. De olyan tagállami vezető, mint Orbán Viktor, aki azt mondja, hogy ő egyetlen egy menekültet nem hajlandó befogadni, aki azt mondja, hogy hermetikusan le kell zárni a határ, aki ilyen plakátkampányt tervez, csinál, és ezzel párhuzamosan egy nemzeti konzultációnak hazudott, kérdőívvel haknizik az országban. Ilyen nincs még egy. Az összes többi ezt kritizáló tagállami vezető azt mondja, hogy beszéljük át ezt jobban. Csináljuk mondjuk önkéntes alapon, de mi befogadóak vagyunk. Mi segíteni akarunk a bajban lévő görögöknek és olaszoknak, mert ők nem képesek kezelni már ezt a hatalmas menekült áradatot. Aki ezt teljes egészében kizárja, aki az európai szolidaritásnak a nyomát nem mutatja ebben az ügyben, az egyedül a magyar miniszterelnök. Ez nem arra szól, hogy pozíciót fog? Tehát minél tágabbra nyitja a lehetőségeket, annál több lehetősége lesz később, amikor le kell ülni és meg kell egyezni, valamit kivívni?
Szerintem az fog történni ebben a dologban, hogy a miniszterelnök, mivel túlmegy ebben minden határon, ezért Magyarország a maradék tekintélyét is el fogja veszíteni az Európai Unióban. Gondolj be egy ilyen nagyon egyszerű helyzetbe. Ha mi nem vagyunk hajlandóak most olaszoknak és görögöknek ebben az ügyben segíteni, de minket ér valamilyen kihívás. Nem biztos, hogy menekültügyi, de az is lehet, hogy mondjuk a Balkáron bejön hozzánk 30-40 ezer menekült, és mi kérünk ilyen segítséget a többiektől. Akkor majd Renzi olasz miniszterelnök fog felállni, és azt mondja, hogy a magyarok azok nekünk nem segítettek. De na látja, ez nem fordulhat elő, mert lezárjuk a déli határt. De bármilyen más ügyben lehet. Az európai tanácsban ezer ügyben tárgyalnak a miniszterelnökök, ettől egyébként teljesen független ügyekben, amiben szövetségeseket kell keresni. Hol fog teljesen más, akár mezőgazdasági vagy energetikai ügyben Orbán Viktor szövetséges találni, amikor a legalapvetőbb szövetségesi kötelezettségét, a szolidaritást nem teljesíti ebben az ügyben. Az a fajta elszigeteltség, ami az elmúlt 4-5 évben létrejött, azt most 4-5%-kal fokozza Orbán Viktor ezzel a magatartásával. A végén nem marad barátunk az Európai Unióban, most már a néppárt sem szövetséges ebben Orbán Viktor. Hogy reagál, hogy az Altus ügy az Európai Unióban olyan precedens ügyé válik? Nem látok Altus ügyet az Európai Unióban. Beszélgettünk európai politikusokkal, Brüsszelben találkoztunk európai biztosokkal ebben az ügyben. Számukra nem létezik ez a történet. Az a két érintett politikus, aki ugye a fejlesztéspolitikával foglalkozó rendszert vezeti biztosként, ugye a román biztos, illetve az ő egyik beosztottja, aki főigazgatóként vezeti ezt a rendszert, az pedig ők mind a ketten nagyon egyértelmű levelet írtak a magyar kormánynak. Lázár János beleállt ebbe az ügybe, egy napon belül bukott. Aztán próbálkozott Dajcs Tamás, ő még aznap bukott. Most éppen, ha látom, legfrissebben talán Orbán Viktor és Pelcné Gál Ildikó foglalkozik ezzel. Az Európai Bizottság álláspontja egyértelmű. Ebben az ügyben minden tökéletesen törvényesen zajlott. De akkor ugyanazt kérdezem, ezt hogy fog elengedni? Ugyanúgy kérdezem, mint a menekültügyre, hogy azt hogy fog elengedni, ha nem komoly, ha nem gondolják komolyan. Szinte mind a kettő belpolitikai fogyasztású történet. A Fidesznek most a legnagyobb problémája az Magyarországon, hogy mivel elveszítette a szavazóinak körülbelül egyharmadát, ez több mint 1 millió ember, akkor ilyenkor azt csinálja, ami egyébként releváns, sokan csinálják ezt ilyenkor, hogy legalább a meglévő magot megpróbálják összetartani. És keresni akartak, és találtak néhány olyan témát, amiről legalábbis ők úgy gondolják, hogy ezt a magot összetartja. A fideszes törzszavazóknak ezek szerint biztos tetszik a bevándorló ellenes szöveg. A fideszes törzszavazóknak mindig szokott tetszeni Gyurcsány Ferenc ellenes szöveg. Szerintem most ez az egészen egyszerű történet zajlik. Ősszel, amikor túl vagyunk a politikai szezonnak ezen a részén, szerintem már nem is fogunk emlékezni ezekre a történetekre. Az Altus ügy az magától el fog halni, azt hiszem néhány héten belül. A fideszes politikusok sem gondolják, hogy visszakozni fog az az Európai Bizottság, amely kőkeményen azt mondja, hogy ebben az ügyben minden rendben van. Azt el tudja képzelni, hogy azt a szállát tovább viszik ennek az Altus történetnek, hogy elveszik a DK párt támogatását, hoz a parlament egy ilyen irányú döntést? Ez is minthogyha már halódna. Az elején ugye az a bejelentés volt, vagy kiszivárogtatás volt, ha jól emlékszem, a Napi Gazdaságban, hogy el fogják venni a DK-nak a támogatását. Ezt egy napon belül a Fidesz egy vezetője, talán Gulyás képviselő úr nagyon gyorsan cáfolta. Most ott tartunk, hogy a Fidesz képviselői egy olyan határozati javaslatot akarnak benyújtani a kormánynak, aminek az a vége, hogy szigorítanak mindenféle összeféltetlenségi szabályokon. Szigorítsanak. Van egy egyszerű példa rá. 2010 előtt az Európai Uniós pénzek felhasználása Magyarországon működött a legszigorúbb összeférhetetlenségi rendszer. Ezt nem én mondom, ezt annak idején az Európai Bizottság mondta, hogy a legtisztább közbeszerzési és Európai Uniós pénzosztási rendszer Magyarországon van a szigorú összeférhetetlenség miatt. Ez 2010-ben a kormányalakítás után azonnal eltörölték ezt a törvényt. Hozzák vissza, és akkor megint ilyen szigorú rendszer lesz, de az Altus megbízása az ennek is megfelelne. Molnár Csaba, köszönöm. Köszönöm a meghívást.